Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Konkrét Extrában Mészáros Attilával, a Jettel kommunikációs igazgatójával rendhagyó módon online beszélgetünk a Jettel 5G-s otthoni internet szolgáltatásáról. Kezdjük azzal, hogy bemutassuk az 5G technológiát és annak előnyeit. Az 5G mobil internet, vagy maga az 5G kulcs szó az elmúlt éveknek az egyik legerősebb hívószava vagy trendje volt a mobil technológiában. A korábbi géghez, a különböző mobil kommunikációs technológiákhoz képest ez annyiban jelent újdonságot, illetve annyiban nem jelent újdonságot, hogy ez a hagyományos mobil eszközöken nem feltétlenül jelent ugrásszerű fejlődést a felhasználóknak. Ezzel szemben van olyan terület, és ilyen az otthoni internetezés, ahol kifejezetten új szolgáltatásokat lehet erre ráépíteni. Ugye az 5G mobil technológiának három ismérve van, ami jelentősen megkülönbözteti a korábbi 2-3-4G technológiákhoz képest. Az egyik az nagyon nagy sávszélesség. Ugye ez nekünk talán szolgáltatóknak érdekes, hogy ki tudjuk elégíteni azokat a sávszélesség iránti igényeket, amik a folyamatosan növekvő mobil internet használattal jelentkeznek. A másik a nagyon alacsony késleltetés, ez leginkább talán napjainkban az online gamereknek jelent arra a megoldást, hogy mobil interneten is már tudnak olyan alacsony reakcióidejű hálózatot, kapcsolatot teremteni, ami megfelel az online gaminggel kapcsolatos elvárásoknak. És a harmadik pedig az, hogy egy nagyon kis területen rengeteg, ez, ugye a szabvány szerint egy négyzetkilométeren 1 millió SIM-kártyát, tehát tényleg rengeteg SIM-kártyát tud kiszolgálni ez a technológia. Azt hiszem, hogy ez inkább talán az üzleti felhasználásban érdekes azoknak a cégeknek, azoknak a megoldásoknak a számára, akik például szenzorokat akarnak telepíteni, vagy egy nagyon kis területen már nem mobil telefonokba, hanem kifejezetten eszközökbe szeretnének ilyen kártyákat beletenni. De azért ide is tudok mondani egy példát, hogy ez a lakosság számára mit jelenthet. El tudok képzelni olyan megoldásokat, hogy például egy stadionban, ahol egy adott időpillanatban nagyon sokan ülnek egy helyen, és például szeretnének egy focimesnek szeretnék a gólját visszanézni mobil eszközökön, a mobil technológia, az 5G-s mobil technológia ezt most már ki tudja használni. Az otthoni internet szolgáltatás és az 5G hogyan kapcsolódik össze? Az 5G-nek köszönhető az, hogy ezzel a technológiával most már otthoni internetet tudunk szolgáltatni. Ugye hagyományosan az otthoni internetezés az valamilyen kábelt jelentett. Azt jelentette, hogy régen ugye rézérpárnak hívták, az ADSL technológiáról beszélünk, ahol a korábbi hagyományos telefonálással használt vezetékeket használták még akkor a szolgáltatók arról, hogy eljusson a mobil internet a háztartásokba, aztán ezt egyre inkább leváltotta a kábel technológia, ugye itt szintén a kábeltelevíziós rendszerekhez használt kábelekre ráültetve az a jel, amin eljutott az otthonokban mobil internet. Ugye a legutolsó technológia és talán a legmodernebb ezek közül az üvegszál, ami egyre több háztartás volt van, de mindig kábelekről beszéltünk, és mindig kábelhúzásról, falfúrásról, kábelvezetésről. És ez az a terület, ahol az otthoni internetezésben hoz újdonságot az 5G technológia, ugyanis ez a nagy sávszélességnek, nagy megbízhatóságnak köszönhetően most már abszolút alkalmas arra, hogy ahol megfelelő lefedettség van, és egyébként ez például Győrben már így van, mert hogy Győr az egyik etéren legfejlettebb város Magyarországon. Ez a technológia lehetővé teszi azt, hogy a hagyományos, nagyképernyős otthoni internetezésre alkalmas mobil internet kapcsolatot biztosítsunk a háztartásokban. Ön hogy látja, felválthatja ez a szolgáltatás a vezetékes internetet? Hagyományosan a Győrrel nagyon jó a kapcsolatunk. 3 évvel ezelőtt a Győri Széchenyi István Egyetemmel együttműködve indítottuk el Magyarország első 5G technológiára épülő hívását, és ez a kapcsolat azóta is folytatódik egyébként az egyetemmel is, meg a várossal is, úgyhogy az, hogy Győrben ez mit jelent a lakosságnak, ez azt jelenti, hogy a legutóbbi adataim szerint már több, mint a városnak a háromnegyedét lefettük 5G technológiával. Egyébként, aki kíváncsi rá, hogy elérhető-e az otthonában ez az 5G alapú
otthoni internet szolgáltatás, az nagyon egyszerűen a jettel.hu per otthoni internet linken meg tudja tenni. Itt egyébként utca, házszámot, irányítószámot kell megadni, tehát az, hogy hol lenne a felhasználásnak a helye, és első körben egyből tudunk egy ilyen információt adni, hogy az az adott terület lefedett ezzel a szolgáltatással. Egyébként pedig azt lehet még tudni, hogy nagyon gyorsanak a szolgáltatásnak a bevezetése, mi 24 órán belül ígérünk egy visszajelzést, és a szakemberünk, aki kimegy a helyszínre megnézni, hogy ott azon a helyszínen melyik szolgáltatás, illetve melyik eszköz a leginkább alkalmas ennek az otthoni internetnek a bevezetésére, ez is néhány napon belül megtörténik. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki bátran nézegesse a weboldalunkat, és akkor a kérdésére is válaszolva, hogy fel fogja ez váltani a vezetékes internetet. Én azt gondoljuk, hogy nagyon sok helyen felválthatja, hiszen mind sávszélességében, mind megbízhatóságában ez egy nagyon jó technológia. Nyilván ott, ahol már jól működő kábeles internet szolgáltatás van, ott nagyon jók kellenek a lecserélésére. Én azt gondolom, hogy azok, akiknek nincs ilyen szolgáltatásuk, esetleg nem elégedettek jelenlegi szolgáltatásokkal, nyugodtan gondolkodhatnak ebben, mert hogy mind a telepítés, mind pedig esetleg egy költözés esetén, egy áttelepítés esetén sokkal kevesebb problémával jár, mint a hagyományos, az előbb említett módon a falfúrással, kábelvezetéssel járó technológia. Mi egyébként a Jettelnél hiszünk a mobil technológiában, és már évekkel ezelőtt is azt mondtuk, hogy nagyon sok területen a mobil technológiáé a jövő. Ez az egyik legfontosabb olyan terület az otthoni internet, ami mellé mi letettünk a voksunkat, és ahogy ön is mondta, ugye most már az év közepe óta elérhető ez a szolgáltatás, látszik, hogy van rá igény, és azt gondolom, hogy egyre több helyen ismerik fel annak az egyszerűségét és az abban rejlő lehetőséget, hogy ilyen egyszerű módon kapcsolódjanak a világhálóhoz. Mennyire bonyolult beszerelni lakásunkba, házunkba ezt a fajta internet elérhetőséget? Itt a megoldásnak a szépsége tényleg az egyszerűségében rejlik, ugye, hogy mivel nincsen kábel, ami eljutna az otthonokhoz, így a rádióhullámok jutnak el, ami ugye mindenféle mobil technológiának az alapja, és ugye hogy gyűjti be egy lakás a rádióhullámokat. Itt azt kell elképzelni, hogy egy ablak külsejére felragasztott egyszerű eszköz van kültéren. Itt egy nagyon vékony kis kábelt lehet átbújtatni az ablak alatt, vagy bevezetni az ablak, illetve bocsánat, a ház külső, vagy a lakás külső faláról a belső falára. Belül pedig egy nagyon egyszerű, azt mondanám, hogy már megszokott beltéri egység található, ami ugyanúgy egy beltéri wifi hálózattal látja el az otthon, mint ahogy egyébként ezt a hagyományos vezetékes technológiák teszik. Úgyhogy ezeknek a telepítése is egyszerű. Nem mennék bele a részletekbe, de alapvetően most háromféle csomagot kínálunk. Az Otthonnet Pro a legerősebb csomagunk, ahol az 5G-ből adódóan akár 1000 megabit per szekundumos sávszélesség is elérhető. Itt mindenféleképpen kimegy egy kollégánk, megnézi, hogy az adott helyszínen milyen a térerő, illetve milyen eszköz az, amelyik a legalkalmasabb ezeknek a jeleknek a befogására. A másik két megoldásunk az Otthonnet, illetve az Otthonnet Lite, amelyik alacsonyabb sávszélességet, illetve alacsonyabb adatmennyiséget is kínál. Ezek önállóan telepíthetők, tehát így gyakorlatilag az üzletben átvett, vagy az adott címre kiküldött eszközt saját magának tudja telepíteni az ügyfelünk. Ez talán még egyszerűbb. Az 5G technológia nyújtott előnyöket, és ezt a tényleg nagy sávszélességet az Otthonnet Pro csomag nyújtja ezzel a külső falra, belső falra elhelyezett két egyszerű egységgel. Egy másik nagyon fontos kérdés, hogyan alakul a Jettel 5G-s otthoni net előfizetési díja? Azt érdemes tudni az 5G technológiáról, hogy bár újdonság, de ez mégsem egy prémium termék, úgyhogy összehasonlítva más szolgáltatások árával én azt hiszem, hogy az a jó szó, hogy pariban van, úgyhogy nem egy extra szolgáltatást érdemes extrára elképzelni, hanem egy nagyon jó minőséget és sávszélességet nyújtó szolgáltatást egy ugyanilyen módon vállalható áron.
a következő időszakban milyen ütemben fejlődik a Jettel 5G-s hálózata, és ezzel együtt az otthoni internet szolgáltatás. Az 5G hálózatfejlesztésnek két fő komponense van. Az egyik azok az úgynevezett bázisállomások, vagy hétköznapi nyelven azok az antennák, amikhez az ügyfeleinknek a mobil eszközei, vagy akár az otthoni internet szolgáltatás tekintve a kültéri egységei csatlakoznak. De nekünk van egy úgynevezett kórhálózatunk, ami a teljes hálózatnak, ha úgy tetszik, az agya, és képesnek kell lennie a teljes hálózati forgalom lekezelésére. Ugye amikor arról beszélünk, hogy 5G hálózatot fejlesztünk, akkor nem csak ezeknek az antennáknak, vagy műszaki nyelven pontosan nevén a bázisállomásoknak a cseréről beszélünk, hanem egy teljes hálózat modernizációról. Több mint egy évvel ezelőtt kezdtük, és körülbelül egy év múlva fog véget érni az a teljes hálózati modernizáció, amit röviden úgy szoktunk elemezni, hogy az utolsó csavarig mindent lecserélünk a teljes országos hálózatunkban. Tehát ezt a megnövekedett adatmennyiségigényt és a folyamatosan növekvő minőséget nem csak a hálózatnak a peremén, az antennákon, hanem az úgynevezett felhordó hálózatban, illetve a központi rendszereinkben is megtesszük. És akkor az 5G-re visszatérve, most már több mint 400 bázisállomásunk van országszerte, ami 5G-vel fedi le a legnagyobb városokat, ezeket folyamatosan bővítjük, úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes nézni, hogy országszerte, hogy hogyan válik ez az új képesség elérhetővé, mert nagyon sokak számára teszi egyszerűen elérhetővé mobil technológián keresztül ezt az új szolgáltatást. Kedves nézőink, ez volt a Konkrét Extra, legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra!